Lezajlott Bonyhád város önkormányzati képviselőtestületének február havi ülése, ahol sikerült elfogadni a település 2023. évi költségvetési rendeletét. Az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb napi rendje évről évre az önkormányzatoknak az éves költségvetési rendeletnek a megalkotása. Erre került sor a mai napon a képviselőtestületi ülésen. 2023-as költségvetést az elmúlt évekhez hasonlóan egy kiváló csapat munka előzte meg, hiszen a hivatal dolgozóival Fausz Józsefné osztályvezető asszony pénzügyi osztályvezető irányításával, aki egy nagyon régi kollega és hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkező osztályvezető irányításával, az intézményvezetőkkel közösen és a GESZ munkatársaival és annak a vezetőjével gyakorlatilag az első munkanapon január 2-án megkezdődött a költségvetésnek az összeállítása. Ezért örömmel mondhatom el, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan nem csak benyújtásra kerül a törvényi előírásnak megfelelően február 15-ig a város költségvetési rendelete, hanem már elfogadásra is. 3,4 milliárdos főösszeggel rendelkezik, tehát ez az a nagyságrend, amivel idén gazdálkodik a város. Lehetővé tette ennek a költségvetésnek az összeállítását egyrészt az állami forrásokon, az állami támogatásokon felül a város saját bevételei, amelyek évről évre egyre növekvő tendenciát mutatnak, illetve az a jelentős maradvány, amit az évben az előző évről hozott át az idei esztendőre az önkormányzat, ez alapozta meg azt a biztonságos tervezést, ami a legfontosabb szempont volt az idei költségvetés rendelet megalkotásánál is. A mi legfontosabb feladatunk az, hogy maga az önkormányzat, a városözemeltetés, a közös önkormányzati hivatalal, az önkormányzat valamennyi intézményével együtt egy olyan stabil és biztonságos gazdálkodást tudjon nyújtani a, ezeknek a szervezeteknek, amely az itt élő emberek javát szolgálja. Bonyhádváros önkormányzata, annak ellenére, hogy nagyon sok nehézséget gördített elé az elmúlt időszak, mint például az utóbbi hónapok energiaválsága, a magas rezsiköltségek, mégis sikerült intézményei 2023. évi fenntartására is anyagi forrás biztosítania. Jelentős drágulásokkal kellett számolnunk, mégis örömmel számolatok be arról, hogy valamennyi intézmény tekintetében minden olyan dologi fejlesztésre, felújításra, az intézményünk működésre tudtunk biztosítani forrást, ami az ő működéséhez az idejében szükséges, és csak saját forrásból gazdálkodunk. Kaptunk egy 83 millió forintos támogatást Magyarország kormányától, ami nyilván nagyban segítette a működések javítását, de bízunk benne, hogy ezt még majd követi a későbbiekben egy másik döntés is. Nagyon fontos fejezete a rendeletnek, az itt működő, a városunkban működő és dolgozó egyesületek, civil szervezetek, alapítványok támogatása, legyen az akár sportegyesület vagy egyéb más civil szervezet, és örömmel mondhatom, hogy minden nehézség ellenére az idei esztendőben a tavalyi mértékhez hasonló, vagy még annál nagyobb forrást tudunk a rendelkezésükre bocsájtani. Így a sport célú szervezetek számára 30 millió forintot tudunk költeni ebben az esztendőben. 6 millió forint támogatásban részesülnek a civil szervezeteink, és közülük néhány kiemelt civil szervezet, akik olyan jelentős. Feladatokat látnak el a városban, mint például az önkéntes tűzoltóegyesület, vagy például a Polgárőr Egyesület még az eddigiekhez képest megnövelt támogatásban részesülhet, 5-500 ezer forinttal. Mint számos másik településen, így Bonyhádon is történtek olyan intézkedések az elmúlt időszakban, amiket a kialakult energiaválság hívott életre. Hoztunk tavaly ősszel szigorító intézkedéseket az intézmények működésében, Ezekre továbbiak szigorítására nem került sor, nem is tervezzük. Úgy látszik, hogy jó döntést hoztunk, és a szükséges és elegendő mértékben annál semmivel sem több szigorító intézkedést vezettünk be a város életében, az intézményeink működésében. Például folyamatosan üzemel a városi tanúszodánk, szemben sok olyan önkormányzattal, várossal, nálunk sokkal nagyobb városokkal, akik bezárni kényszerültek az éjjelétesítményüket, de említhetném a posta újranyítását is, és sok-sok mindenre jut az idei évben a költségvetésből. Természetesen ezek mellett és a nehézségek mellett a fejlesztések azok, amelyek kisebb arányúak, mint az előző években megszokottak. Nagyjából a 3,4 milliárdból egy 11 százaléknyi 400 millió forint az, amit idejében tervezetten fejlesztésekre fordítunk, de ez mind saját forrás, ebben semmilyen külső forrás nincsen, sem, sem pályázat is sem, akár uniós, akár magyarországi támogatás, de bízunk benne, hogy ez azért az év során változni fog, hiszen most már nagyon várja minden önkormányzat, ugye a Bonyádi is, hogy az új uniós top pluszos források rendelkezésünkre álljanak. Mi a háttérben most már mondhatom, hogy második éve azon dolgozunk, hogy olyan előkészített pályázataink legyenek, hogy amikor már ezek a döntések megszületnek, és rendelkezésünkre állhatnak ezek a pályázatok, akkor mi nagyon előre haladottan tudjunk felkészülten ezekre lépni, és egy esetleges támogatói szerződések megkötésekor ezekkel a fejlesztésekkel természetesen ez az arány lényegesen javulhat. Ad abszolútom, akár 5 milliárd forinttal is nőhet, bár ez a, az abszolút pozitív lehetőség, és egy picit talán túlbizakodó is, de az idejében mindenképpen abban bízunk, hogy ennek az 5 milliárdos keretnek egy jelentős részét már lehívhatjuk a város számára a különböző fejlesztések javára. A saját forrású tervezett fejlesztések között intézményi felújítások szerepelnek. Jelentős tartalékkal terveztük meg egyelőre az önkormányzat költségvetését, olyan fejlesztési céltartalékkal, amelynek a felhasználásáról a későbbiekben dönt a testület. Egyrészt azért, mert a tervezett fejlesztéseknek még a pontos költségeit nem ismerjük. Én egy példát hagyj említsek, hogy érthető legyen, ilyen például a Majosi Kultúrháznak a felújításának a folytatása. Ugye első temben, tavaly ez megkezdődött, túl vagyunk a tető teljes szerkezetének a felújításán és a fűtés korszerűsítésen, és a további épületek munkáinak a homlokzat szigetelésen a belső munkálatok vannak még vissza. Amikor ezek megtervezésre kerülnek, és ismerjük majd a pontos költségvetést, azt út követően tud a testület arról dönteni, hogy mekkora a forrást fog majd párosítani ehhez, amelyre természetesen a forrás rendelkezésre fog állni, hiszen a céltartalékban ez szerepel. Bonyán város költségvetési rendelete bérfejlesztéseket is tartalmaz. Egyrészt ugye a kötelezően törvényben előírt garantált bérminimum emelkedést illetően gyakorlatilag a 211 önkormányzati dolgozóból 125-öt érint, tehát gyakorlatilag valamivel többet, mint a felét, de azt is elmondhatom örömmel, hogy minden nehézség ellenére az önkormányzat saját forrásból a garantált bérminummal nem érintett dolgozóknak annak a növekményével minimum 10%-os mértékű béremelésben minden egyes önkormányzati dolgozó részesült az idei év januárjától.